Amikor eljöttél a Fehérvártól, először játszottál a volt csapatod ellen, ez más érzésekkel mentél ma a pályára? Nyilván fontos volt nekem is, hiszen egykori csapatom ellen játszottunk, ugyanakkor ilyenkor az érzéseket félre kell tenni. Nyilván azért küzdöttem, hogy a Vasas tovább jusson. Ez sajnos nem jött össze, viszont azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyen, hiszen az OTP Bank Liga harmadik helyezettje ellen igen jó mérkőzést játszottunk, sőt a második fél időben azt gondolom, hogy talán föléjük is kerekedtünk, hiszen nekünk voltak lehetőségeink, helyzeteink, a Fehérvárnak talán egy szögletből volt lehetősége. Hogy látod, mi múlt, hogy nem tudtátok meglepni a Fehérvárt? Fehérvár egy rutinos csapat, rutinos játékosokkal, ez egy döntő tényező volt, hiszen az elején ők jól kezdtek, mi viszont több olyan játékos van, akinek talán nincs akkora rutinja, és belehibáztunk bizonyos dolgokba, ugye a védekezésben, ezt ők rögtön ki is használták, úgyhogy sajnos 2-1-re fordultunk, de mondom, a második fél időben azt gondolom, hogy nem volt mond a csapattal. Az első fél idő kicsit gyengébbre sikeredett, véleményem szerint, a másodikban úgy mentünk neki, mint ahogy kell is. Nem látszott az osztálykülönbség. Talán a végén, hogyha pontosabban passzolunk, tényleg az utolsó passzok jobbak, akkor lehetett volna fordítva is. Mondhatjuk azt, hogy 2-0-ig ez simának tűnt, de aztán te adtál egy gólpasszt, méghozzá az ellenfél játékosának. Hogy született az a szituáció, és ez mennyire hozott titeket vissza a mérkőzésbe? Hát nyilván nehéz így, hogy harmadik percben gólt kapunk, és menni az eredmény után, de ahogy mindig is, soha nem adjuk föl, mentünk tovább. Nyilván egy szerencsés gólt találtunk, és hát az utolsó percig harcolni kell a kupában. Ugye a vezetőedzőtök azt mondta, hogy igazából az volt a baj, hogy nem vagytok hozzászokva az NB2-ben ilyen iramú vagy ilyen mérkőzéseket. Ezt ahogy látod? Szerintem a játékos keret az érett lett volna az NB1-re is, mert azért látjuk, hogy milyen igazolások történtek. És tény, hogy hétről hétre azért más iramban és más játék, úgyhogy kevésbé dominál a foci a másodosztály, mint az elsőben. Hétvégén mi lesz a haladásra, mi fog dominálni? Ott szerintem többségében azért futball lesz előtérben, mert a Hali is hasonló erőt képvisel, és hát reméljük, hogy 3 ponttal jövünk el onnan. Biztos, hogy nem lesz egyszerű, hiszen a Haladás egy nagyon szervezett csapat. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a Vasas is jó formában van, és mindenképpen a 3 pont megszerzése lesz a célunk, hiszen mi fel szeretnék jutni, és aki fel szeretne jutni, annak ezeket a meccseket mindenképpen meg kell nyernie. Így van, nagyot meneteltek, hiszen már a második helyen vagytok, és egyre közelebb a Debrecenhez. Cél az első hely? Mindenképpen a Vasas minden meccsen arra játszik a másodosztályban, hogy megnyerje. Ezáltal az első helyre pályázunk, de ez nem lesz könnyű, hiszen egy nagyon nehéz sorozat elé nézünk. Haladás, Budaörs, Debrecen, tehát rangadók jönnek most sorban. Mindenki fejében ez van, hogy bajnokságot nyerjünk.